Szervusztok, jó reggelt kívánok nektek itt az Oktogonon. Remélhetőleg ismét egy tartalmas nap elé fogunk nézni, ami elsősorban tőletek függ. Mennyire lesztek aktívak ezekben a kis húzottságokban, amit ma el fogunk itt követni. Legyetek aktívak a bankok és a politikusok illemhelyre való szoktatásában. Tanulják meg egyszer és mindenkorra, hogy nem szorunk oda, ahol eszünk. Nem harapunk bele abba a kézbe, amelyik enni ad. Aki volt már hasonló banknevelés célzó, ma járison a sejthető, hogy mik ezek a huncutságok. Aki pedig nem, az figyeljen, tanuljon és alkalmazza azokat a technikai elemeket, amiket itt most ellest tőlünk. Cibáljuk ki végre a függöny mögül a varázslót, aki ezt a sok mocskot elkövette ellenünk. Miért pont itt az Oktogonon, miért lettünk békamenet, miért vagyunk békának öltözve, mindegyiknek van magyarázata. Az Oktogon sokunk számára itt az elmúlt másfél évben történelmi helynek minősül. Gyulakodtunk itt a rendőrökkel, kiki saját maga meg is tapasztalhatta, milyen az, amikor a rendőrök szolgálnak és védenek bennünket. Akkor, még nem olyan rég, a bankrak kirakata nem bírta el a nyomdafestéket, ma már viszont nemhogy elbírja, hanem a rendőri segítséggel, rendőri biztosítással tesszük ugyanazt, amit akkor nem lehetett. Kitesszük a véleményünket, a rendőr urak és hölgyek pedig biztosítják azt, hogy az atrocitás nélkül történjen. És hogy ezek a nyomdafestékek, ezek a kis ismertető plakátok, ezek itt is maradjanak azokon a bankirakatokon. Mi vagyunk békajelmezben. Nem olyan rég, többszörösen bukott politikus Póka János valami hasonlót mondott, valami nagyon lekezelő formában, hogy nehogy már a békát mondják meg, hogy ez a mocsár le lesz-e csapolva. Most bebizonyítjuk, hogy viszont a békák mondják meg, hogy le lesz csapolva, vagy nem lesz lecsapolva az a mocsár. Márpedig ez a mocsár nem lesz lecsapolva, a békák pedig az összes vérszívót el fogják takarítani. Ez a békajelmez jelképezheti azt a tempót is, ahogy haladunk. Ugye másfél év alatt ilyen békaüngetésben jutottunk el idáig, ahol most tartunk. De azt is elképezhetné, hogy egy nagyobb ugrással elérhetnénk oda is, ahol Izland. Egy nagyobb ugrással ezeket a bankárokat és a kiszolgálóikat kizavarhatnánk az országból. Mint ahogy az izlandiak is megtették, amikor ott megpróbáltak olyan pénzügyi terméket kihelyezni, ami a fogyasztók érdekeit sértette. Nagyon sokat közülük bebörtönöznek, remélhetően, hogy még ma is a börtönben rahadnak. Vannak zöld és sárga béka jelmezeink, a zöld különösebb magyarázatot nem igényel, az egy természetes szín. A sárga jelmez, aki fölöltötték, nem a készüléségüket bizonyítják ebben, hanem azt, hogy beilleszkednek. És alkalmazkodnak a jelenlegi helyzethez. Végül is haszidnak, ha dicsérnek, majd meglátjátok itt a nap folyamán a járókelők, amikor elmennek mellettünk, hogy milyen megjegyzéseket tesznek majd erre a kis demonstrációra. Ez természetesen majd annak szól, annak a sárga jelmeznek, amiket viselünk. Miért lettünk békamenet? Észrevettétek, hogy valóban van összecsengés a béke menet és a béka menet között. A béka menet az egy igazsághoz ragaszkodó emberek menete. A béke menet pedig egy fizetett, hazug, agymosó politikai sétamenet, ami rendelésre készül. Maszatolnak, elhallgatják az igazságot. Most az a célunk, hogy leleplezzük a hazug politikát, és a hazugságaikról emészhető formában tájékoztassuk a közvéleményt. Nem engedhető meg, hogy a károsultak helyett a bűncselekményeket elkövető bankárok tárgyaljanak a kormánnyal. A bankárok oktassák a bírákat, így nem engedhető meg az sem, hogy egy Trócsányi féle hazugságminiszter olyan törvényjavaslat kidolgozásában vegye részt, ami a bankok perehetetlenségét biztosítja be. Jól tudjuk, hogy miféle ez a Trócsányi. A Nagy és Trócsányi ügyvédi iroda létre annak idején az OTP Bitte perben, közérdekű keresetben
a bankot, most pedig olyan törvényjavaslat létrehozásában segítkezik, amivel bebetonozzák a jövőben elkövetendő bűncselekményeiket. Akkor majd arra fognak hivatkozni, amikor a jövőben elkövetik ezeket a bűncselekményeket, hogy most a törvény mellettük áll. Ez nem engedhető meg, mert ennek így soha nem lesz vége. Egy gyilkos ne oktassa ki a bírót, és ne kapjon felmentést azért, hogy később gátlástalanul gyilkolhasson. Gondolkodjatok el ezen! Egy újabbra! Nyissuk meg akkor ezt a kis békamenetet itt az oktalom körül. 6 bankot fogunk meglátogatni. Ki fogjuk fejezni a véleményünket. Kiprokátoljuk a bankok kirakataira. A biztosítás, a rendőri biztosítás azt szolgálja, hogy ez atrocitás nélkül történjen meg. Ez a demonstráció a bankok zárásig tart, itt a legtöbb bank az oktogonon 3 óráig tart nyitva, kivéve az OTP bank, valószínűleg, hogy 4 óráig itt leszünk. Természetesen ez mára vonatkozik. A nyomásgyakorlás nem fog abba maradni, amíg el nem érjük, hogy a lakosság kártalanítása után a bankok és az őket kiszolgálók kitakarodjanak az országunkból. Természetesen a huncutságokról ma is Laci gondoskodik, később pedig István is kifejti bővebben arról, amiről most itt beszéltem, és amit elhangzott. És ezzel átadnám a szót Póka Lacinak. Köszönöm szépen a meghallgatást! Hajrá! Köszönöm! Sziasztok! Olyan, mintha nem lenne elég, hogy a hangerő. Hallani? Hallani! Igen. Ez jobb, nem? Ez a jobb. Nyom egy kis hangot, persze, hadsúlyom. Csak ne zúgjon. Ez jó. Kettőt együtt. Nem, ez teljesen jó. Nem állsz be oda. Jó, akkor így ide beállok. No, köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Sziasztok. Béka mellett az oktogonon. Ne fizess! Ne fizess, okunk van rá, hogy ne fizessünk, hiszen nagyon sok pénz visszajár, már csak egy ilyen, amikor morzsákat hintenek el, akkor is milliók járnak vissza. Úgy számoltuk, hogy családonként, vagy hitelenként olyan 6 és 10 havi törlesztő részlet, már csak amit most törvénybe foglaltak, az is visszajár. Tehát itt az ideje, hogy az emberek abba hagyják a fizetést, mert minek is tennék. Frici nincs itt? Frici, nincs. De Frici, Frici! Várjál egy picit! Akkor egy picit mondd meg nekem, légy szíves! Na szóval ez a mai nap nem csak a béka mellett miatt jeles, hanem figyessünk meg, a bankzúzó figyessnek, születésnapja van a mai napon! A csapattól, akkor már is adom, ha ide jössz, csak én kötve vagyok most ehhez a mikrofonhoz. Itt a lányom szavaromban összekevertem a dolgokat, de nem olyan nagy probléma szerintem. De hát frigyes napon tesszük ezt meg, boldog névnapot kívánunk neked! Hajrá! Azt hiszem, hogy kapok tőletek egy kalapácsot, mert másikat. Elvették a kalapácsot, tudjuk, hogy a születésnapodra egy kalapácsot kell, hogy kapjál, illetve te készültél egy anyaggal. A mai napra készültél egy anyaggal, vagy azt már a Billy? A kókás történet. Ja, igen. Azt akkor át is adom Fricinek a szót. Jó. Aztán folytatom. Nem tudom, emlékeztek-e a Kóka János gazdasági miniszterre, aki orvosi diplomával látta el ezt a funkciót. Biztos nagy szakértelem volt a birtokában. És neki volt egy elhíresült mondása, hogy nem a békákat szokták megkérdezni a mocsárnak a lecsapolásáról. És erről jutott eszembe, hogy mi is kicsit úgy vagyunk, mint azok a békák, akik feje fölött eldöntötték, hogy le lesz csapolva a mocsár, mert szükség van a helyre, mert ott csillivilli bevásárlóközpontot, vagy akármit kell építeni, és akkor a békáknak menniük, vagy pusztulniuk kell.
és mi is így álltunk egy kicsit, és ebben az egy mondatban szerintem benne van minden, ahogy a politikusok vagy a döntéshozók rólunk gondolkodnak. Tehát az, hogy nem kell a békákat megkérdezni, azok se szavazati joguk nincsen, semmi, úgyhogy pusztuljanak, igen, igen. És ugye mi ezzel a béka menettel egy kicsit ezt is szeretnénk demonstrálni, hogy fölébredtek a békák, és követelik a jogukat. Köszönjük! Igen, a békák azok felébredtek, és mostantól olyan nem lehet, hogy a békákat nem kérdezik meg a mocsár lecsapolásáról. Ráadásul azt azért tudni kell, hogy amikor ezt a Konka mondta, akkor a gazdasági minisztériumban az elbocsátások ellen tiltakoztak az emberek, és ezzel azt fejeztek, és semmi között hozzá, hogy elbocsátunk. És még egyet kell tudni, ez a Konka nagy haverja a Gyurcsány Pecónak, akiknek az üzlettársa, tehát a közös üzlettársuk vitte csődbe most a Bolgár Bankot. Tehát azért ezek ilyen bankáros, sikasztós, ellopom és mindenki felett döntök című történetek. Tehát akkor csapjunk bele a békamenetbe. Az első, ami fog történni, hogy ez a cím ugye bezárt. Tehát nem tudom, miért kiírták, hogy zárva vannak. Még az a kérdés, hogy esetleg nem jut-e valamikor eszünkbe a Blahonovisa térre, mert azt írták ki, hogy az a legközelebbi fiú, hogy ellátogatni hozzájuk, mert annyira szeretjük egymást. De majd ezt még meglátjuk. Leplakátoljuk a cidet, és utána egy kis dalocskával készültünk a mai napra, és azt a dalt megfelelő módon eljátszuk, ott még kell egy kis egyeztetés a rendőrséggel ezzel kapcsolatban. Tehát akkor az a kérésem, hogy itt vannak a plakátok, meg itt is vannak plakátok, és van egy külön performanszunk, hogy a bankonkénti ítéletek vannak, keressük meg a cibest, ebben a kupacban keressetek cibes ítéleteket, valószínű össze vannak téve, és tegyük ki, hogy csajt a bank, és milyen ítéletek bizonyítják ezt. És akkor utána, amikor ezzel végeztünk, akkor pedig jön a kis dalocska. Szeretettel köszöntjük a járókelőket, és tájékoztatjuk Önöket, hogy itt egy bankellenes demonstráció zajlik. A Memonova Házban mozgalom és az őket támogató civil szervezetek aktivistái, az ország legbátrabb aktivistái már elérték azt, hogy ma békésen kifejthetjük véleményünket a bankokkal szemben, és köszönjük a rendvédelmi dolgozóknak, hogy ezt a rendezvényt biztosítják. Miről is van szó? Mindenhonnan a médiából, a sajtóból arról volt szó, hogy a deviza hitelesek sírnak, és miért vették fel a hitelt, nem fogtak a fejükhöz pisztolyt. De kiderült már az is, hogy a forint hitelesek fejéhez sem fogtak pisztolyt, és bizony őket is átverték. Tehát ma már nem csak deviza hitelkáros mocsakról beszélünk, hanem forint hitelkáros mocsakról is, akiknek ugyanúgy jár a visszatérítés, mint a deviza hiteleseknek, és ez a pár harcos ember, akik ma itt láttok, a szabadságokat kockáztatva éveken keresztül azon harcoltak, hogy megszülesse legyen olyan törvényjavaslat, ami kimondja azt, hogy a bankok csaltak. Ez az első lépés, ez megszületett. Ma már a média abban van tele, hogy hitelkárosít a tönke legyen az országban, és ezeket a káros mutakat károsítani kell. Az igaz, hogy a törvénytervezet, mint olyan, még mindig a bankárok érdekeit képviseli, tehát a nyomás gyakorlást tovább folytatjuk. Elkérünk minden szimpatizálót, hogy csatlakozzanak a szervezeteinkhez, mert a nyomás gyakorlás igazából nagy létszámmal történhet meg békésen. Minél többen vagyunk, annál hamarabb el tudjuk érni azt a célt, hogy ezeket a felelős bankárokat, akik az egész nemzetre rázódították ezt a gazdasági csődöt, amiben a szenvedünk, végre felelősségre tudjuk vonatni a törvény erejével. A jelenlegi törvényjavaslat, amit megszavaztak és napokon belül megjelenik a hirdetményben, és onnantól kezdve 8 napon belül hatályát kezdi, az arról szól, hogy a bankoknak el kell számolniuk az ügyfeleikkel, amit idáig a bankok nem tettek, illetve ha megtettek, fiktív számla elszámolási alapon végezték az elszámolást. Mindez idáig ez takarva volt.
A legnagyobb felelősség ebben az esetben a fogyasztóvédelmi szervezeteken, a pénzügyi szervezetek állami felügyeletén és az ügyészségen van, azért, mert azok a szervezetek nem hozzáértően, nem szakmailag láthatják a feladatokat, és ezért következhetett be mindaz, hogy az egész ország gazdaságát a nyugati bankok leányvállalatait Magyarországon tönkre tudták tenni. Itt lehet valaki hiteles, és lehet valaki olyan, akinek semmi köze a hitelekhez a bankvilághoz, mert soha be nem tért a bankba. De az az ember ugyanúgy a kárban hozja ennek az egész történetet, mint aki éppenséggel élt a lehetőséggel, és a reklámok által becsalogatott ügyfelek felvették a hiteleket a bankból. Mi azt mondjuk, hogy igen, bankok kellenek, bank nélkül nincs működő gazdaság. De tisztességes bankok kellenek, nem ilyen rabok, mint akik pillanatban is körülvesznek minket. Nyugodtan megnevezhetjük ezeket a bankokat ma már, az Unicredit, a CIB, a Raiffeisen, melyek a legnagyobb csalásokat követték el az országban, és a mai napig is azon kísérleteznek, hogy hogyan tudják egy szerződés módosítással becsalni az ügyfeleket a saját csapdájukba. Felhívjuk mindenkinek a figyelmét, aki még hitelével szenved, és a